Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A most következő videót már többen leforgatták előttem, például Váhi Pista, Draskovics Andris, meg még valószínűleg nagyon sokan le fogják forgatni utánam is. Ilyen szempontból tulajdonképpen okafogyott az egész, már mindent láttatok, kapcsoljátok ki. De én elsősorban autós emberként gondolok magamra, nem tartalomgyártóként, és ez a két autó annyira túlmutat önmagán, és annyira szeretném tudni, hogy milyenek közvetlen egymás után, hogy most én is leforgatom. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, utána pedig Evo Impreza. Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. Ez a két autó talán a legismertebb rally homologizációs széria a világon, ami hát azért volt rá szükség, mert ugye erről már beszéltünk sokat, megszűnt a B csoport, jött az A csoport, a gyártók elkezdtek oda autókat gyártani, sokkal közelebb kellett lenni az utcai autóhoz, tehát kellett egy ütőképes utcai autó a jó versenyautóhoz, és minden évben legalább 2500 darabot ki kellett tolni ezekből. Amúgy, amikor megcsinálták az első Evót, akkor még izgultak is a gyáriak, hogy ki a franc fog megvenni egy ilyen autót, mert hogy kemény, hangos, nem látsz ki a szárnyától, meg ráz, meg minden. Aztán azt hiszem egy nap alatt fogyott el a 2500 darab, tehát bebizonyosodott, hogy utcára rally autót gyártani jó biznisz. És milyen jó biznisz? Az gyerekkoromban, meg a 2000-es években én egész egyszerűen nem tudtam, hogy a Subaru gyárt más autót, mint a kék aranyfelnis VRX STI. Tényleg egy döbbenéssel ért fel, amikor 14 évesen rájöttem, hogy létezik olyan, hogy Legacy, meg Forester, meg hogy a Subaru Imprezából van egy 6-os szívó benzines. Ennyire mélyre plántálták azt, hogy ezek a gyártók, ezek a rallypályán dominálnak. És domináltak. Az autósportokban felállítani lépcsőt, hogy mi az autósport királya, szerintem nem lehet, mert mondják, hogy a Forma 1 az autósport királya. De hogyha az autósportot onnan határozzuk meg, hogy a lehető legtöbb felületen, a lehető legtöbbféleképpen jó lenni, akkor szerintem az autósport királya az bizony a rally. Hiszen ezek az autók zúztak a szűk Monte Carlo-i szerpentineken, repültek a svéd rally hatalmas ugratóin, az Akropolis rally gyilkos, köves szikláin. Ezekkel mentek mindenhol, és mindenhol jónak kellett lenniük. Ezekhez az autókhoz 7 világbajnoki cím kötődik, 95 és 2003 között. Vallástól függően, hogyha Subarus vagy, akkor McLaren-nek képzeled magad, hogyha Evós vagy, akkor te vagy a Tommy McKinnon. Mellesleg McKinnon az az arc, az egyetlen a WRC történetében, aki csapatfőnökként Gazoo Racing, és pilótaként is rally világbajnok tudott lenni. Igazából neki köszönhetjük a GR Yaris-t abban a formában, ahogy ma ismerjük. Mondják, hogy ez a két autó, ez nem marketing, de én ezzel nem feltétlen értek egyet, hiszen a rally autó akkor is már csak külső héjában emlékeztetett arra, amit mi megkaptunk az utcára. Jó, nyilván lehet, hogy a blokktömb még hasonló volt, de onnantól kezdve nagyjából semmi. Viszont, amikor vezeted ezt az autót, amikor ránézel erre az autóra, akkor azt érzed, hogy tök mindegy, mi kerül eléd. Havasút, vizesút, rossz minőségű út, egy dobbantó, egy visszafordító, amit egy normális autóval lassítanál, és éppen csak úgy átpipiskedni rajta, ebben az autóban kitámasztod a gázpedált, üvöltesz, és vér folyik a füledből, és megcsinálod, mert annyira beléd vésték, hogy ezek az autók erről szólnak. A millió kilométernyi versenypálya, amik ezekbe beletoltak, csak arra tudsz gondolni, hogy legyőzhetetlen vagy. Akárcsak a Porsche 959-et vagy a Ferrari F40-et, úgy az Evót is a B csoportnak köszönhetjük, és akárcsak a 959 vagy az F40 addigra készült el, mire a B csoport kihalt alóla. Ez a hajtáslánc az eredetileg a Mitsubishi Starion B csoportos változatába került volna, de mivel a verseny megszűnt, ezért kénytelenek voltak az A csoportban elhasználni, úgyhogy bele is tették a... nem a Lancerbe, a Galantba. De a Galant már akkor is egy ilyen nagyobb bacska tepsi. Szóval nem volt, el lehetett vele lavírozni, de a szűk európai rally szakaszok valami kompaktabbat kértek, így érkezett meg
a Lancerba. Nagyon hasonló a helyzet a Subarunál, mert hogy a Subaru az először a Legacy-val kezdett rallizni, csak ott is akárcsak a Galant, ugye az volt akkoriban a két gyártó nagy szedánja, ezek nagyjából a polgári változataiban is egymás riválisai voltak, egy kategóriában játszottak, úgyhogy amikor kiderült, hogy a Legacy már egy kicsit túlzás a rallypályákra, akkor ők meg méret csökkentettek az Imprezára. Ne tévesszem meg, hogy egy szedán, ez egy kompakt autó, utastér térfogatra, mondjuk azt, hogy Golf? Talán. Na de nem is ez a lényeg. Mind a két autó 2 literes. Ez itt a legendás EJ20, egy 2 literes boxer. Eszméletlen finoman jár. Ugye ez a boxer motornak a sajátja, hogy amikor alapjáraton ketyeg, akkor az egymással ellentétesen járó hengerek szépen kioltanak minden rezgést. A 4G63T 1-9-ig végigkíséri az Evo szériát, egy nagyon jól húzható, nagyon sok tartalékot magába rejtő klasszikus japán turbós 4-hengeres DOHC 16-szele, stb. Ugyanúgy 276 lóerőt ígérnek rá, de egy egészséges Evo az bőven 300 lóerő fölött tud majd még így 20 év távlatában is, hogyha esetleg megmérik. És hát nyilván, mivel ezek Fukman Attila autói, amiket azért adott kölcsön, hogy egy kicsit promózzuk a klasszikus japán autófesztivált, találkozót, gyári autók. De olyan szinten gyáriak, gyanítom, hogy mondjuk abból hiányzik egy katalizátor vagy egy középdob, de még, mivel ez egy VRX STI, még akár elhiszem, hogy gyárilag is így szól. Elhatároztam, hogy nem fogok előjönni azzal a rendkívül elkoptatott közhelyel, hogy az Evo egy olyan műszer. Az a baj, hogy ez a szó írja le, hogy micsoda az Evo egy műszer. És pont így, úgy, hogy az egyik autóból a másikba ülünk, és nagyjából 10 percenként a másikat vezetem, így lehet kiérezni azt, hogy mennyire bunkó, mennyire szőröstökű, mennyire darabos az STI, és ehhez képest meg mennyire könnyed, és mennyire egyszerűen magától értetődően gyors az Evo. Tényleg. Itt nincs turbós hátbarugás, vagyis hát lényegesen kisebb, mint a Subaruban. Viszont ami van, az egy fűpontos kormány, egy zseniális hajtás. Nem tudom elképzelni, hogy ezt a hajtást hogy csinálták meg idestova lassan 30 évvel ezelőtt, de csúcs, ez tényleg a skyline szintje, ahogy itt tologatja alattunk a nyomatékot össze-vissza, és közben veszélyes, hogy nem hiszed el, hogy amíg állsz a gázon, addig ne tudnál bevenni egy kanyart, mert tényleg olyan érzésed van, hogy amíg a négy kerék megkapja a nyomatékot, addig ez az autó ez bárhol elfordul. Érzed, hogy dolgozik alattad nagyon sok, nagyon kitalált részegység azért, hogy tényleg minden kanyart be tudj venni vele telin, és be is veszed, és te vagy a mekinen. Mert ahogy a Subaruban, ahogy te voltál a Mekré, az Evo-ban te vagy a Mekinen, és így mész a Finn Rallynak azokon a legendásan dobálós, ugratós szakaszain, és sehol nem kell elvenned, mindegy, hogy murva, aszfalt, hú, jég. Azt érzed, hogy ha ennek a motornak forog a főtengelye, akkor minden kerék azt a teljesítményt kapja meg, amivel a leginkább előre tud jutatni. Mentem már korábban Evo-val. Elképzelhetőnek tartom, hogy ennek az AEC-je egy picit már betegeskedik, mert nem annyira radikális az érzés. De ez igazából nem veszel belőle, hanem... Persze, egy 2 literes turbomotorból ma is megkapod ezt a teljesítményt egy i30M-ben, de azok már ennél nehezebb autók és nincs összkerékhajtás. Tényleg, ha ma hasonlót akarsz mondani, akkor az nagyjából a GR Yaris. Hiszen ahogy annó méret csökkentett a Mitsu a Galantról a Lancerra, úgy most a Toyotánál már a városi kis autó, a Yaris az ideális rally autó alap. Mert hát nőnek az autók, viszont a rally szakaszok meg nem lettek tágasabbak az utóbbi 30 évben. Persze, turbós összkerekes autót kínál a Mercedes, kínál az RS Audi, de azok túlságosan németek ehhez, ott minden bizomból oldanak meg, ott sokkal nagyobb a színház. Ez itt sokkal kevésbé színház, mint a Subaru, és sokkal valóságosabb, mint bármi, amit ma kínálnak. Tényleg egy ilyen reszketek kaszni van körülötted, egy picike műszerfal, egy ilyen öreg autócska, és az egész alatt izzik a pokol, egy ilyen elképesztően túlméretezett, és nagyon-nagyon kitalált
és nagyon jól megvalósított hajtásláncként. Tényleg azt érzed, hogy bizonyos kanyarokban ez a papírbódé így egyszerűen elrepül az autóról, és tovább megy a négy kerék, meg a motor, meg a váltó, úgyhogy észre sem veszi, hogy már nem tartozik hozzá autó, mert annyira tökéletes az egész. De ami ezeket az autókat igazán nagy dologgá tette, az a hajtás, és itt most azért könnyű elveszni az erdőben, mert mindegyik autónak volt egy Rahelli külön kiadása, a Subaru-nál tényleg lassan minden napra jutott egy, aminél aztán kis diffi, nagy diffi, VLSD, lamellás per rémálom. Na de maradjunk az egyszerűségnél és az érthetőségnél, ez egy három differenciálművel rendelkező rendszer, tehát nem haldex. Nem az történik, hogy amikor elforog az eleje, akkor zár egy kuplungos hajtáskút hátra. Ez egy állandó összkerék hajtású rendszer, van benne középen egy differenciálmű, egészen elképesztően műszaki szempontból pornográf módon összecsomagolva egybe. Tehát, hogy olyan packaging van, autóipari műszó, annyira össze van zsúfolva az egész kis helyre, hogy az első diffi a középső diffitől nagyjából 3 mm-re van, és az egyik áthajt a másik csőtengelyén. Nagyon japán, nézzétek meg a képet, érdemes. Szóval, hogy van az autóban középen egy hagyományos differenciálmű, amin van egy viszkós lamella csomag. Tehát, hogyha elpörgés lép fel, akkor ez a lamellás csomag ez zár, és hátra küldi a nyomatékot. Na most, az Evo 6-ban az általán megkérdezett szakértő szerint elől van egy torzensper, de az igazán érdekes dolgok, azok hátul kezdődnek, ugyanis van benne AYC, amit most a érthetőség kedvéért AYC-nek fogok mondani. Ez tulajdonképpen egy aktív differenciálmű, vagyis, hogy a diffi mellett van egy elektronikusan vezérelt kuplung csomag, amivel a jobb és a bal kerék nyomaték osztását szabályozni tudják. De ez nem passzív, tehát nem elpörgésre történik, hanem van kormányszögjeladó, gyorsulásmérő, keréksebességjeladó és egy halomszenzor, aminek az értékeiből kiszámolja, hogy te mit akarsz csinálni. Kitekered a kormányt és állsz a gázon, akkor az Evo tudja, hogy te nagyon-nagyon szeretnél nagy tempóval befordulni, ezért az ív belső kerékről elveszi a nyomatékot, kiküldi az ív külsőre, és az autó orrát így betekeri a kanyarba. Na most ennek az AYC-nek a rendszernek itt hátul van egy pumpája, egy nyomástárolóval, és itt lent a diffi, ez elég terebélyes, majd mindjárt mutatjuk, működik, és nem nagyon sok típus hibája van ennek az autónak, de azért így 20 éves korára előszokott fordulni az, hogy az AYC pumpa megáll, és akkor azt fel kell újítani, ilyenkor dob egy hibaüzenetet, nem mellesleg szabványnyitott diffiként működik ilyenkor az autó, és nem fordul olyan delejesen. Ha szeretnétek látni ilyen és ehhez hasonló különleges japán youngtimereket, akkor gyertek el június 1-én és 2-án Pécsre az Expo Centerbe, mert ismét megrendezik a Japanese Classic Car Show-t. A parkolóban lesz egy kis drift és bandázás, bent pedig ilyenek. Úgyhogy szerintem érdemes lesz jönni. A Subaru az gyökeresen különbözik, mert ez itt egy keresztmotoros összkerékhajtású autó, tehát keresztben van a motor és a váltó, onnan kell szökhajtással elfordulni, tulajdonképpen kétszer, míg ez egy hosszmotoros autó, hosszú váltóval, de az alapelv itt is megegyezik. Amennyire sikerült kiderítenem, ebben a GC8-as VRX STI-ben elől nyitott diffi van, középen van egy bolygóműves differenciálmű szintén egy lamella csomaggal, és hátul pedig van benne, hát vagy egy lamellásfer, vagy pedig egy VLSD, ez tulajdonképpen ennyi év után, hogyha az ember nem ismeri az alvásszámot és hogy melyik szám mit jelent benne, akkor megállapíthatatlan, de még akkor is benne van az, hogy már kicserélték. Kanyarban gyorsítva ez az autó szépen húzza be az orrát az ívre, és finoman indul el a hátuljával, én megelőlegezem neki, hogy vagy egy jó állapotú VLSD van alatta, vagy egy szerényebb lamellásper, igazából nem is lényeg. Ami ebben az autóban igazán nagy eresztés volt, az a DCCD, te egy potméterrel szabhattad meg a középső differenciálmű lamelláinak az előfeszítését, vagyis hogy mennyi legyen a fix hátrahajtás. Én ebből az autóból vezettem a csúcsváltozatot pár éve, azaz ERA. Azért hívják ERA-nak, mert rekordatent. Tök jó, nagyon japán dolog. Na, most abban hátul határozottan lamellásper volt, ami keményen összezárt, és középen volt benne DCCD, valamint elől, ha jól emlékszem, torzensper, viszont az autó az annyira rally autó alap volt, hogy nem volt benne rádió, nem volt benne légkondi, nem voltak ilyen szigetelések, meg egyebek, nem volt benne elektromos tükör, nem volt benne elektromos ablak. Az tényleg
nagyjából egy Zsigulit kaptál egy irgalmatlan erős turbomotorral és egy high-tech hajtáslánccal. Azzal az autóval technikailag úgy lehetett keresztbe menni, mint egy MX-öttel, de ha meg el akartál fordulni vele, akkor meg mintha oda ragasztották volna az úthoz. De most ez nyilván nem egy erre, nem az nagyon okos hajtásos változat, de mondjuk azt, hogy a polgári gyors és erős Subaruknak a VRX STI volt így a GC8-as szériában a teteje. Ez volt a csodálatos a 90-es évek autóiparában, hogy itt van ez a két autó. Hasonló szabálykönyv alapján készültek, hogyha a műszaki adataikat nézzük, kb. Egymásra lehet fektetni a két speclapot. De mégis, annyira, de annyira eltérő karakter ezeknek az egyezéseknek az ellenére is, amilyen különbségek ma már nincsenek, pedig a technika jóval előrébb van. A Subaru ezzel a hangélménnyel, ezzel a motorkarakterrel sokkal kevésbé lineáris, mint az Evo. Irgalmatlan nagy benne a rúgás, amikor megjön az ereje. Nagyon lehengerlő. Az Evo-val mész és így illeszgeted a kanyarében az autót, így finoman milliméterről milliméterre dekázod, az erejei sokkal szélesebb tartományban megvan. Nem, Subaru-val megérkezel a kanyarba, megrántod, kitámasztod a gázt, és reménykedsz. De annyira jó! Annyira jó! És nem akartam választani el között a két autó között, nem akartam ítéletet mondani, mert a rally versenyeknek már vége, eladták az utolsó példányokat is. Egyszerűen nincs értelme. Ennek már nincs jelentősége. Viszont az az élmény, amit ez a két autó ad, az nagyon jól behatárolható. A Subarunak ez a jellegzetes bubogása, mint hogyha egy beszpídezett gőzgép lenne alattad, ami éppen átlépi a 7000-es fordulatot, és közben trombitál, szuszog, üvölt, mindent csinál. Simán elképzelhetőnek tartom, hogy jobb autó az Evo, hogyha valaki meghajtja pályán hozzáértő. De most már nagyon-nagyon értem azt, hogy a Subarusok miért lesznek Subarusok. Mert ez a fajta baltával faragott, kicsit kockás, de nagyon őszinte gépélmény. Ez nagyon masszívan megvan benne. Ülsz, így csőlátással meredsz előre, zakatol a boxer, és közben azt érzed, hogy te vagy a McRae, akinek tudjuk, hogy a beceneve McCrash volt, hiszen ha ő autóba ült, akkor ott két dolog történhetett. Történelmet írt, vagy úgy összehajtogatta az autót, hogy két mérettel kisebb lett, de jellemzően azért olyankor is bevitte a célba. És ott ült mellette Nicky Greist, és monotón hangon darálta az utasításokat, az itinert. És képzeljük el azt az embert, mert persze nagyon tökös dolognak az, hogy valaki beül egy ilyen autóba, és elkeni a száját, és végigfűzi a szűk finn rallin, és ugrat, és repül. De az igazán tökös legény, aki bemerülni úgy, hogy ott van a kezében a füzet, és kérdés nélkül rábízza az életét valakire. Greist 21-szeres rally világbajnok, 21-szer segítette hozzá a mellette ülő pilótát ahhoz, hogy világbajnok lehessen. Ez legalább olyan teljesítmény, mint megülni ezeket az autókat. Mert itt nem azért léteztek a mindenféle elektronikai segédletek, hogy te túléld. Itt azért voltak az elektronikai segédletek, hogy gyorsabb legyél. És ezek az autók gyorsabbak. Az STI az azt jelenti, hogy Sexually Transmitted Infection, azaz Subaru Technical International. Így is van írva alá mellesleg, hogyha nem tudnék olvasni, akkor tudnám fejből. Na de, tök sok emberben felmerülhet a kérdés, hogy miért rózsaszín? Ne mondjátok azt, hogy rózsaszín, mert akkor egy kifent szamuráj karddal fognak nektek menni a Subaru tulajok. Ez itt Cherry Blossom Red, vagyis cseresznye virágzás, piros. Ugye, ez látszik az emblémában is. Japánban a cseresznyevirágzás az a megújhódásnak, a tavasznak, a kikeletnek a szimbóluma, tehát hogy valami szebb, frissebb, élőbb dolog jön. Ebből a szempontból érthető is. Sőt, a japán kultúrában a rózsaszín, de ez nem rózsaszín, hanem cherry blossom red, de hogyha rózsaszín lenne, a japán kultúrában az a férfiasság szimbóluma, ami pont szembe megy a nyugati megszokott világlátással, de nem is ez a lényeg. Ezeken az autókon nagyon sok olyan kis apróság van, ami a benned élő gyereknek, meg főleg a lelkednek szól, amikor ott ültél a tévé előtt, és így nézted, hogy a Tomi McKinnon mit művel azzal az autóval, vagy hogy McRae mit művel azzal az autóval, azokat így látod, és akkor így azt érzed, hogy most egy kicsit te is azzá válsz, és ez igen, marketing, de egy olyan marketing, ami ad neked dolgokat. Nézd meg ezt a toronytámaszt, milyen szépen leütött, megmunkált elemekből van kimarva, kikönnyítve, valódi karbon csövekkel,
Fuji Heavy Industries Aerospace Division. Ugye a Fuji Heavy Industries az az anyacége a Subaru-nak, hasonló, mint a Mitsubishi, tehát hogy teherhajótól kezdve a repülői mindent csinálnak, ugye a Subaru-nak komoly repülős múltja van, és ilyen apróságokkal értetik meg veled azt, hogy ezt az autót mire szánták, és az ilyen apróságokkal éreztetik veled azt, hogy mire fizetted ki azt az amúgy elég sok pénzt. De hasonlók vannak az Evo-n is. Nézzétek a felniket! Gyönyörűek. Ez egy olyan felni, amiről így elhiszed, hogyha neki gúrod a patkának, akkor a patkát fogod lemondani. Nem próbáljuk ki. De az OZ Racing felirat mögötte a piros Brembo a fel. Nézed, és azt érzed, hogy ez egy komoly dolog. Ugye Shiva mondta azt, hogy lehet egy autón akármekkora szárny, akármekkora kerék, hogyha egy parizer karikkal féktárcsa és egy ilyen kis egydugattyús nyereg van rajta, azt nem lehet komolyan venni. De olyan autókat, amin ilyen fékek vannak, azt meg nem lehet nem komolyan venni. Nézd meg ezt a toronytámaszt. Nincs benne csukló, ez ugye állandó hitvitánk, hogy egy toronytámaszban lehet egy csukló, hogy ebben nincsen csukló, és be van kötve a tűzfalra, hogy még merevebb legyen. Aztán szintén ilyen szívednek kedves apróság, amire vélhetően napi használat során nem lehet szükség, csak pályanapon, aztán ki tudja. Az intercooler spriszni. Van itt egy-egy kis, hát nem ablakmosó, de olyasmi fejecske, ott azt a tartályt feltöltöd vízzel, és ha nyomod a gombot az utastérben, akkor a megmelegedett intercoolert megnyomja vízzel, és hogy párolog a víz, azzal kapsz némi plusz teljesítményt, egy kicsit segítesz a hűtésnek. Itt kell amúgy feltölteni, ott kell nyomkodni a gombot. Ki van szélesítve. Nézd meg ezt a szárnyat, tehát alig látsz tőle hátra, de állítható rajta a leszorító erő 3 fokozatban, ami szintén egy olyan dolog, hogy az utcai közlekedésben valószínűleg soha fel sem fog tűnni, sőt, ha levennék, se tűnne fel. De ha kimész egy pályanapra, akkor ezek az autók már tudnak annyira menni, hogy érezd. Csodálatos. Játék. Tényleg minden a benned élő gyereknek szól, és szerintem még a Subaru és a Mitsu szakemberei sem gondolták, hogy így 20-30 év távlatában ezek az autók ennyire vágyott tárgyak lesznek, és ennyire intenzíven fog élni a legendájuk. Hol vannak már ezek az autók a rallypályákról? Hol van az Evo sorozat? 16 óta nem gyertek, 8 éve készült el az utolsó, az Evo 10-ből. És még mindig, amikor ránézel egy ilyen autóra, ha nem is tudod, hogy mi ez, érzed, hogy ez egy komoly dolog. Mert hogy az, mindkettő. Szerintem ezt a két autót már tulajdonképpen nincs értelme hasonlítani, hiszen mindkettő bizonyított. Az, hogy neked melyik tetszik irracionális szempontok alapján, tehát hogy melyiknek jobb a hangja, melyiknek jobb a vezetési érzete, az egyéni preferencia kérdése. Aztán, hogy melyik jobb objektív szempontok alapján, az meg igazából már mindegy. De igazából, amikor beleülsz egy ilyenbe, akkor érzed azt. Annyira, hogy fennhagyták a japán figyelmeztetést. Szóval, amikor beleülsz egy ilyen autóba, akkor érzed azt, hogy mennyire elment az idő. Mert a beltér nyomorúságossági versenyt egyértelműen az Impreza nyeri, mert az tényleg, hát valahol még a hármas Golf alatt, sőt, de hogy azért ezen az autón is, amikor megnézed ezt a műszerfalat, ezeket a gombokat, az áoszlopot, mindent érzed, hogy egy öreg autóban ülsz, és arra figyeltek oda, hogy ami a vezetéshez kell, az legyen rendben. A 3 küllős momo, az a rekáró ülés, amit a legtöbb tuner kihajít belőle, aztán szerencsére, aki szeretne valami normális ülést tenni az autójába, az meg megveszi nyomottáron és beleteszi, de most már, hogy elkezdtek youngtimereket csinálni ezekből, meg elkezdték őket visszaállítani gyári állapotba, most már azért a gyári alkatrészeknek is kezd elég komoly ára lenni. Szóval az ülés, a kormány, az nagyon rendben van, nincsenek féle francok, nincs extra turbónyomásmérő, nincsenek ilyen motorsportos kiegészítő műszerek, meg egyebek, mert nem kell. Itt ebben az autóban az a lényeg, ami az aszfalt és köztet történik, nem az, ami az utastérben. És ha most mutatom a Subarut, és érteni fogjátok, hogy mire gondolok, amikor azt mondtam, hogy azért itt érezni a kort, szóval hogy nézd meg ezt a műszerfalat, hogy mennyire pici, mennyire be van oda esve. Egy hármas Golf ehhez képest azért tényleg luxus autó. És itt sincs sarlang, itt sincsenek pille francok, néhány estei felirat a műszerfalon, egy icipici karbonbetét, amit így, ha nem süt eléggé a nap, amikor nem is látsz, és nem is biztos, hogy karbon, de 3 küllős Nardi, Cherry Blossom Red felirattal a közepén, ami nem rózsaszín,
És egy pár nyereg, ami nagyon jól tart, és ami nekem az autóban nagyon tetszik, az a közel tökéletes pedálrend. Tehát, hogy még az én 43-as, 44-es csülköm is elfér úgy, hogy amikor rá kell nyúlnom sarokkal a visszaváltásnál a gázpedálra, akkor nem akad el a térdem a kormányba, és ez tök jó dolog. De itt is ugyanazt látod, mint az Evo-ba. Pici vékony oszlopok, bumfordi gombok, kemény műanyagok, de tényleg nincs még a világon olyan autó, amiben ez ennyire lényegtelen lenne, mert amikor ebbe beleülsz, és elkezd bubogni, meg tüsszögni, meg fújtatni, akkor csak az a csüllátás van, ami előtted van. Hát belteret raktak bele, mert mégse hagyhatták itt a pőrelemezt. Szerintem még ezt így direkt úgy csinálták meg, hogy a lehető legkönnyebb legyen kivenni, amikor a versenyautót akarsz belőle csinálni. Biztos mindenki azt várja, hogy elmondom, melyik a jobb, de őszintén szóval nincs jobb, mert ez egy vallás. És valláson nem szoktunk vitatkozni. Illetve szoktunk, de olyankor meghal pár millió ártatlan ember. Szóval tegyük fel úgy az eldöntendő kérdést, hogy melyik kegytárgy. Hogy McRae vagy McKinnon? 5-5-5 vagy Marlboro? Tudom, Finnország vagy Skócia? Vagy Sor 4 vagy Boxer? Rengeteg-rengeteg olyan apró, irracionális preferencia, ami tulajdonképpen értelmetlenné teszi a kérdést. És persze, egy autó tesztnek nem lehet úgy vége, hogy mindkettő jó valamilyen szempontból, általában dönteni kell. De azt gondolom, hogy ez most az a szerencsés eset, hogy nem kell dönteni. Én már egy boldogabb emberként fekszem le, hogy kipróbálhattam ebből a két autóból két gyárit. És mind a kettő fantasztikus élmény. Az én ízlésemhez egész picit közelebb van az Evo, de hogyha igazán őszinte akarnék lenni, akkor az Evo hajtását és kormányát kérem a Subaru motorjával és hangjával, és akkor mindenki rám fog haragudni. Úgyhogy ma eddig jutottunk, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk.